A csatornámon láthatjátok, hogy milyen környezettudatosan és gyakorlatilag hulladék nélkül élni. Ráadásul úgy, hogy egy nagy csomó pénzt is megtakaríthattok. 2016 óta élek így, zero waste módon, gyakorlatilag hulladék nélkül. 2018-ban saját tapasztalataim alapján megírtam a Dobd ki a szemetest hulladékcsökkentés lépésről lépésre című könyvemet. Azóta rendszeresen tartok a témában előadásokat, workshopokat, részt veszek különböző rendezvényeken, és egyéni tanácsadást is tartok, és rendszeresen jelen vagyok különböző médiában, tévében, rádióban és a magazinokban. Most izgatottan várom, hogy elinduljon végre az első sorozatom, amely jelenleg a konyhai hulladék csökkentésére fókuszál, és végig fogja a kezeteket, és segít abban, hogy ti is hatékonyak és eredményesek legyetek a konyhai hulladék csökkentésében. Lépésről lépésre haladva a konyha összes területét végigjárjuk, beszélek a problémákról, és általatok is könnyen elsajátítható megoldási javaslatokat fogok mutatni. A 10 részes sorozat segítségével képesek leszek arra, hogy hatékonyan tudjátok a konyhában keletkező hulladékot minimalizálni. Ehhez nem kell semmi más tennetek, mint hogy csatlakoztok, előfizettek erre az első sorozatra, amely a konyhai hulladék termelésre fókuszál, és gyakorlatilag 2 kg krumpli áráért olyan tudást kaptok általa, ami tényleg végigvezet azon az úton, hogy a konyhában a lehető legkevesebb hulladékot termeljék. A konyhám hulladék nélkül 10 részes sorozat segítségével nem csupán a konyhai hulladék csökkentését tanulhatjátok meg, de a 2 kg krumpli árának sokszorosát is megtakaríthatjátok ezekkel a módszerekkel és ötletekkel. És hogy mi kell még a sikeretekhez? Elsősorban elhatározás. Döntsd el, most akarod ezt kezdeni. Aztán szükségetek lesz nyitottságra, hiszen olyan dolgokat fogunk kipróbálni együtt, olyan tippeket fogok nektek mutatni, amire lehet, hogy korábban nem is gondoltatok volna. És végül, de nem utolsó sorban, egy nagy adag tudatosságra is szükség lesz. A program első bevezető részében általánosságokról fogok többnyire beszélni nektek, méghozzá a konyhában általában keletkező hulladékokról. A további 9 részben pedig lépésről lépésre górcső alá vesszük a konyha utolsó szegletét is, és megkeressük azokat a helyeket, ahol hulladék termelődik. Erre keressük a megoldást. Szóval remélem, hogy csatlakoztok hozzám ehhez az izgalmas kalandhoz, és a sorozat segítségével megtapasztalhatjátok a környezettudatos életmód előnyeit és mindenféle pozitív hatását. Hamarosan találkozunk, addig is kövessetek be!